Szabadtéri fesztivál. Harmadik alkalommal várják az érdeklődőket az Interspár Bogrács gulyás partira és gyermeknapi mulatságra a Kanizsa Centrumhoz. Május 28-án szombaton délelőtt 10 órától kezdődnek a programok. A számos ingyenesen használható fa és népi játék mellett körhinta, pónilovaglás, valamint sportverseny, bemutatók és aszfaltrajzverseny is gondoskodik a gyermekek szórakoztatásáról. A felnőttek eközben főzőversenyen mutathatják meg szakácstudományukat az értékes nyereményekért. Érdemes fakanalat ragadni, hiszen a főszponzornál levásárolható 100, 50 és 25 ezer forintos utalványokkal díjazzák a legjobbakat. Jövő hét közepéig e-mailben még várják a csapatok jelentkezését. Az 5000 forintos nevezési díj ellenében minden csapat, minden jelentkező csapat egységcsomagot kap, amely 3 kg húst, burgonyát, zöldségféléket tartalmaz. Ezen felül, az egységcsomagon felül bárki azzal spékeli meg az ételét, amivel csak szeretné, ahhoz, hogy azt az ízvilágot, azt a specialitást tudja elkészíteni, amivel valóban nevez a versenybe. És talán még egy hívogató szót, hogyha elmondhatok ehhez. 3 fős zsűri fogja értékelni a főző alkotásokat, az ételeket. Az idei évünknek a díszvendége, ma mondhatom így sztárvendége, Vas Zsolt, az Interspár hentese, friss őr arca, akit a reklámokból nagyon-nagyon jól ismerhetünk. Ő lesz a vendégünk és a zsűri elnöke is. Számos hasznos tanáccsal láthatja el az érdeklődőket, a főzni vágyókat és szeretőket, hiszen ő valóban hentesként dolgozik, ez a fő szakmája, ugye, mind a mellett, hogy egy reklámarc és népszerűsíti magát az eseményt is.